Srácok, köszöntelek titeket ebben a mai videóban, én Kristóf vagyok. A mai videóban a Truck Simulator 11. részével lennénk itt. Igen, konvojozni fogunk. Igen, már látható a konvoj indul, de figyeljetek, én a jó kamionmanőveres. Hát nem kamionmanőveres, hanem gyors kamionos. Amúgy csak most veszem észre, hogy én kapcsoltam fel a lámpát. Igen, tehát hogy konvojba fogunk, közben megmutatom milyen playerek vannak. Igen, itt van legalább vagy 5 player, meg plusz egy én, az 6. Tehát 6-an vagyunk a szerveren. És igen, én csapatom neki. Hoppá, ezt egyszer én már láttam. Szerencsém most nincs itt a konvoj, hál' Istennek nem fogják tudni elrontani. Hoppák, ez kicsit nagy manőver volt. Igen, tehát ami azt jelzi is, látszok, hogy lesz vonat szerintem. Biztos, hogy lesz. Mert mindjárt jön egy vasúti átjáró. Hoppá, és tényleg a vonat! Várjatok, skatok, nektek itt megállok. Közben értek, csak most nem nézem meg. Megvárjuk a vonatot. És tényleg a dízzel mozdony. Húha! Az igen, ez jó hosszú. Most megnézzük. Nem értem. Nem értek ilyen nyelvet. Tök. Igen, már lássátok, hogy vettem napszemüveget, zászlók, bögrék, stb. Tehát ilyeneket vettem a kamionra. És még veszek rá, ugye? Veszek rá ugye kürtöt, úgymond még lámpákat, és még egy felnyit is veszek rá, és utána tovább már gyűjtjük az amerikai kamionra. Hát arra nem nagyon kell gyűjteni, mivel az olcsóbb, mint ez. És ezt a kamiont megtartom, lehet, hogy ritkán megyek vele. Na. Oké. Skacok, eléggé unatkozok egy kicsit. Akár kapcsolhatnék egy rádiót nektek, skacok, de ott olyan rosszok egy kicsit néha a zenék, hogy ezért nem kapcsolok legtöbbször. Ezért nem szoktam. Ez az autó saladjon előttem, át ne menjen a belső sávba, mert én most meg szeretném előzni ezt a jó járgánykát. Ú, de miért fagyok ki? Igen, tehát most ugye... igen, tehát hogy még... bent, tehát hogy itt fuvarozgatunk. Igen, mert ugye... megígértem szerintem egy nézőmnek, hogy talán konvojba fogok menni. Hát a lehetőleg a konvoj nem lép ki. Mert ritkán megunják azt, hogy ennyire hosszú ez a fuvar, azt mondják, jó, nem viszem le, az kész. Én persze nem adom fel a kamionnal, én viszem tovább, én nem adom fel a fuvart. Hát, hogyha már olyan esetben vagyok, hogy szinte lehetetlen levinni a fuvart, akkor már le is mondom, mert egyszerűen nincs értelme akkor. Igen. Most akartam kapcsolatok nektek zenét, hogyha szeretnétek, csak most nem, mert szerintem úgyis rossz lenne a zene, ezért mondjuk megvárjuk ezt addig, hát addig, de hogyha nem fog elcsorolni, átsorolsz, köszönöm szépen ezért, Ali. Megköszöntem neki, nem azért dudáltam, mert nem haladt, csak megköszöntem neki, hogy oda húzódott abba a sávba. Én azért nem húzódok ebbe, mert szerintem már mondtam. És majd, hát ugye mutattam még, hogy milyen kamiont fogok venni, hogy milyen amerikai kamiont. Ó, hogy megy ez a kamion? Azt hittem, hogy benézzük ezt is.
Most szerintem egy 1000 kilométer, 1720 kilométer után, talán nem 1720 kilométer után, de valamikor jelentkezek. Ha ő sikerül, csak hát egyszerre nem tudok kettőt. Most kacok, megálltam itt a leállóba, ha nézzétek, ott nézzétek. Na, azt sátok, nézzétek egy vonat. Na, bocs, hogy eltakarja a fa, de... Lássátok, mekkora hidat találtam, ezen vonat megy, várjatok, mert a félkerék kilóg. Ok, figyeljetek, megvárunk még egyet, aztán megindulunk. Ugye még kettőt. Oszta. De amúgy ez a játékban egy személyvonat, még amúgy személyvonatot nem nagyon láttam a Truck Simulatorban. Közben megnézik a konvojt addig. Mindig itt már csak négy player van, az nem baj. Még egyet megvárunk, aztán indulunk. Nagyon is. Oszta. Ó, de menő ez ilyen vonat. Na, ne hülyéskedjünk, kiinduljunk. De így hátrafele nézetből is figyelhetitek majd, hogyha talán átmegyünk a híd fölött. Ha jön még. Igen, most jön. Figyeljetek, ott megy. Úgy csak így megy, azért tűnik el minden. Tessék! Jéj! Bakker, hát nem bírsz idélni? Lassítani? Szerinted azt hiszed, hogy nekem van csak elakadási jelzőm meg dudám? Hát nekem is van. Már bocsánat, de ezek nem bírnak vezetni, szerintem kamu jogsit gyártottak maguknak, mert ezek nem tudnak. Na jó, majd visszatérek valamikor. Meg ujjj, bakker! Azért ügyeljünk a karakterre, mert most néztem meg, amint láttátok, hogy már nem nagyon sok az éjsége. Akkor haladjunk a kamionnal. Menjetok, elengedem egy perc a gázt, mert így nem tudom lehajtani a... azt, amit kell. Ó, de mi ez a sok határ, istenem? Hoppáka, ilyen határunk még azért nem volt. Igen, a határoknál elvonnak 100 dollárt, úgyhogy ezért nem kell aggódni. Mert hát... Oké, hogy elvannak. Ez nem baj. Hoppá, lesz egy ilyen... ezt ismerem, ez a szembesávi. Ó, bakker! Hát ez most szórakozás! Hú, bakker, nem is látok! Na várjatok, ezen gyorsan át kéne mennünk, mert valami... Mi van a karakterrel? Íj, bakker, éhen döglek mindjárt. Ujj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 
Bokker... Bocsánat, nem látok. És itt meg nem állhatok meg, mert akkor szabálytalanak. Hoppá, man. Azért a damage-it majd orvosolni kéne. Felbentem a pittyenésre. Na, várjatok, visszatérek, mert hát a karakter így nem lát ki. Visszatérek majd, amikor megérkeztem, mert ez már túlzás, hogy elhülyéskedem az utat. Majd, ha megérkeztem, visszatérek. A napi bónusz, igen, majd visszatérek, hogyha levittem a fuvar. Nos, kacok, megérkeztünk, és igen, eléggé hosszú fuvar volt nekem. Hát igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál a Truck Simulator 11. részébe. Ha tetszett, iratkozz fel a csatornámra és dobj egy lájkot, hogy értesülj a következő videókról. Én Kristóf voltam. Sziasztok!